Itt vagyunk, kedves nézők, Alsó Rákosom, az Alsó Rákos mellett is Maragtónál. Alsó Rákos németül rát is, szászul, ruekes. Egyébként a falut eredetének besenyők által lakott település volt. Református erőtemplom 1676-1686 között épült. Ugye van a Sükös Betlen kastély, amit most csak Dióhéjban néztem meg, 1624-ben épült. Unitárius templom 1673-1675 között. Szintén meglátogattam, római katolikus, hát bármint, ez most a kápolnára érti, mert kápolna van, volt templom is, de a kápolna az 1936. Még megpróbálom, hát ha sikerül bejutni teljesen. Az Orcz szorosának jobb oldalán emelkedő hegyormon vár maradványai láthatók. Mihálykő 1500 méter magas sziklaormán állott Mihály vára, és a szoros bal oldalán magasodó Ürmös tepejen egy másik vár csekély romjai találhatók. És ugye alattunk a Smaragdtó, hát valószínűleg mivel az Olt abba az irányba folyik, vagyis hát most lehet, hogy rosszul mondtam, de vagyis onnét folyik, igen, onnan jön Brassó felől, de akkor is, tehát arra van az Olt, meg a vasút, hát esetleg az lehet egy várhelyszerűség, és talán ez itt, amivel azért gondolom, hogy ezt nem nagyon, pedig a nap ma is próbál kisütni, lehet, hogy ez a Mihály Lek, Mihály vára, az Ürmös tepe, az meg gondolom, hogy szintén valahol azok a részek. Különben háromszékben vagyunk, csak háromszék, ez jó, téma lezárva. Úgyhogy elméletileg fizetős a buli, kivéve aki a temető felől jön, az az én. Mutatom. Azoknak ingyenes, mutatom, ott jöttem fel, nem látszik, szemközt a kialudt vulkán, és így szépen átjöttem. Hát mások meg a tónál is, mondjuk, hogy a vulkán az oké, de tényleg azok annyit látnak ott, és addig mennek a végéig, én meg fentről. Valószínűleg a heke is, mert gyakran járnak ide, meg más hekések is, de főleg, na. Csak az övék, ez a gyönyörűséges, séges, 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 szépségesség.